Zsa úgy látja, hogy nincsen rendszerszintű gyermekéhezés Magyarországon, mégpedig azért nincsen, mert az Orbán kormány már felszámolta. Az UNICEF, az OECD, az Akadémia és a Tárki számai kicsit mást mutatnak, de vajon tudhatjuk-e pontosan, hogy hány gyermek nélkülöz? És a magyar oktatási és szociális rendszer vajon javítja vagy rontja a helyzetüket? Vendégeink Krémer Balázs szociológus, Molnár István Gábor, az Eötvös József Cigány Magyar Oktatási Társaság elnöke, és Ónodi Molnár Dóra újságíró. Jó estét kívánok! Jó estét! Jó estét! Azt is mondta Hegedű Zsuzsa korábban, egy más nyilatkozatban meg itt is, hogy olyan nincs, hogy ahol nincsen alkohol probléma vagy drog probléma a családban, ott valóban éheznének a gyerekek, legrosszabb esetben lopnak, de valahogy előteremtik, vagy ők nem esznek, egy zsíros kenyér mindenképpen van. Mit tapasztal ez ügyben, Gábor? Hát van ilyen is, olyan is. Azt tudom mondani, hogy Újpestet, ha veszem példának, én azt ismerem azt a részt. Ugye ott egy tanoda programban dolgozik együtt olyan családokkal, akik abszolút érintettek ebben a kérdéskörben. A tanoda programnál egy kicsit bonyolultabb, egy komplex, folyamatos program van, nagyon kormányzattal, települési önkormányzattal közös finanszírozásba. De ismeri ezeket a családokat, mit tapasztal? Igen. Hogyan élnek? Hát, hogyan oldják meg? Megoldják-e? Lopnak-e? Valaki igen. Valaki igen. Vannak családok, ahol igen. És ennek köszönhető, hogy nem éheznek? Hát, ha Újpestet vesszük tekintetben, van körülbelül olyan 400 gyermek, aki rendkívüli állapotban van. Szerintem nálunk jó a közétkeztetés. Mi a tanodába is csináljuk, úgyhogy délután vacsorával zárul a program. Vannak olyan családok, ahol a gyerek elmegy a Tesco-ba, ide-oda, amoda, és akkor, hogyha nem elég neki, akkor bevásárol ilyen szerűen is. És aki tudok ezt nem, ilyen esetről. És aki ezt nem teszi meg, az nem is éhezik? Hát vannak, akik nem teszik meg, vannak, ahol a szülők teszik meg, van mindenféle formáció. Mi azon vagyunk, hogy legyen egy alternatíva, és meg tudjunk csinálni egy olyan modellszerű valamit, amit átvehetnek városok, falvak, hogy mi komplexen megyünk rá a témára, és a gyerekkel együtt a szülőket is megpróbáljuk munkahelyhez juttatni, a gyerekeknek a szabadidejének az eltöltésében szervesen részt veszünk a boxprogrammal, a táncprogrammal, a különböző lehetőségekkel, amiért nem kell fizetni. Inkább az van, szerintem a családok nagyrészt megtesznek mindent azért, hogy a gyerekük egyen. Ez nagy általánosságban biztos, hogy így van. Amit én látok, hogy nem tudnak nekik olyan lehetőséget adni, hogy akár sportoljon, akár magántanárral fejleszteni, akár idegen nyelvvel. Mi ezért vagyunk egy ilyen alternatíva, hogy egy Rázgyöngyi közösségi központban ezt így megoldjuk. Krémer Balázs mit lát? Mennyire elmondható, hogy nincsen rendszer szintű éhezés? Nézze, nekem szociológusként az egy kis probléma, hogy az éhezésről nem tudok szabatos definíciót. Ez egy érzelmileg eléggé fűtött fogalom. De Hegedű Zsuzsa is azt mondta, hogy válasszuk ketté az alultápláltságot és az éhezést. Hegedű Zsuzsa nagyon, hogy mondjam, amit mond, hogy itt volt éhezés és most nincs, hogyha úgy használom a fogalmat, ahogy most nincs, úgy nem is volt. Én abban az értelemben, hogy gyerekek úgy nőnek fel, hogy rendszeres élményük az, hogy éhesek. Tehát nem arról van szó, hogy egyszer-egyszer nem jut kaja, amikor úgy kibunyózták magukat, vagy meghajtották magukat, és akkor éhesek maradnak, hanem ez egy rendszeres életélmény, hogy éhesnek kell lenni, és hogy a dologban az éhség hozzátartozik az élethez. Ebben az értelem, és akkor nem az afrikai éhezésről beszélek, félreértés ne essék. Ebben az értelemben azt gondolom, a különféle szegénységi adatokat látván, a különféle erről szóló kutatási eredményeket, jelentéseket olvasván, hogy sajnálatos módon szégyen magára is, rám nézve is, de ebbe az országban gyerekek úgy nőnek föl, hogy rendszeres élményük, rendszeres tapasztalásuk az, hogy éhesek. Hogy nem kapnak meg annyi kaját, mint amennyivel, hogy mondjam, amit mi úgy normálisan azt gondoljuk, hogy az ember jól lakott legyen, vagy ne legyen éhes. És mi az, amit a kormány eddig megoldott, vagy amit az új, mondjuk az új családtámogatási javaslatok kapcsán megoldhat a közeljövőben? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert kétségkívül több gyerek kap az intézményekben kaját, és ez jó.
ez mindenképpen jobb, mint hogyha nem kapnának, vagy kevesebb gyerek kapnak aját. Hogy erről azt gondolni, hogy ez a problémának a megoldása, én ezt egyszerűen szemforgatásnak gondolom. Tehát ennek részben van egy félrevívő tartalma, hogy amikor mi étkezésről gondolkodunk, akkor nem pusztán táplálékbevitelről gondolkodunk. Tehát ez számomra majdnem olyan abszurd, mint hogyha infúzióba minden gyerekbe belenyomnák a megfelelő tápanyagot, és akkor azt gondolnánk, hogy az infúzió az remekül megoldja azt a kérdést, hogy a gyerekek jól tápláltak legyenek. A magyar társadalom táplálkozási szokásaiban az, hogy az anyuka főzön néha olyat, amit a gyerek szeret, hogy néha üljenek le és beszélgessenek közben, hogy valamiféle családi hagyományokat tudjanak az étkezések során ápolni. Ez a normákhoz hozzátartozik. Ebben az értelemben a közétkeztetési probléma, vagy a közétkeztetésnek a semmi nemű fejlesztése nem tudja azt a problémát megoldani, ami a gyerekeknek az egészséges fejlődéséhez, kajában, hagyományőrzésben, családi kötelékekben és egyebekben az étkezéshez hozzá szoktunk tenni. Azt is kell, hogy mondjam, hogy ez nem egy új keletű hagyomány, én sok szempontból a mai fejleményeket egy nagyon régi rossz történetnek a teljesen elfajzott és abszurdba forduló folyamányának gondolom. Magyarországon, hogyha akarja, mondhatom azt, hogy 60 éve van egyfajta törekvés az intézmények részéről, hogy a gyerekeket leválasszák a szülőkről, hogy a gyerek problémáját a szülők ellenére próbálják megoldani, hogy az oktatási rendszer a gyerekekből a szülők nélkül és a szülők ellenére próbáljon meg embert faragni, és így tovább. És ennek mondom egyfajta ilyen nagyon szélsőséges és abszurdba forduló megnyilvánulását látom ebbe a dologba, hogy gyerekek szegénységéről, gyerekek éhezéséről, gyerekek táplálkozási problémáiról úgy próbáljunk meg gondolkodni, hogy a szülő meg sem jelenik a képben. Ez számomra egy abszurd, embertelen, nagyon rossz társadalmi kép. Miközben meg kell, hogy ismételjem, hogyha gyerekek kapnak a iskolában meg a bárhol kaját, az kevésbé rossz, mint hogyha nem kapnának. Tehát egy nagyon furcsa dolog, picit növekedett ez a dolog, én szerintem ez kevésbé rossz, mint hogyha nem növekedett volna. Azt hinni, hogy ettől a probléma meg van oldva, vagy amit itt Hegedű Zsuzsa mondott, hogy ennek a most tovább reszelgetésével, meg masszírozgatásával a szegénységi problémát, a szocializációs defektusokat, az étkezésben levő össze, vagy az étkezés kapcsán felmerülő problémákat ő majd megoldja, ezen én úgy kacarászom, ez abszurd. Onodi Molnár Dóra szakújságíró, hogy látja ezeket a problémákat, meg mindazt, amit az előző riportalanyok Hegedű Zsuzsa, Horgas Péter akár elmondtak? Hát újságíróként törekszem arra, hogy adatokat gyűjtsek, és azzal szembesülök most már elég hosszú ideje, hogy a magyar kormány nem gyűjt adatokat valójában. Eurostat adatokból, tehát a brüsszeli adatszolgáltatási kötelezettségünkből adódóan vannak valamiféle adataink a szegénységről, nélkülözésről, de az, hogy egyébként a társadalom mély rétegeiben mi történik, azt nem tudjuk. Zsuzsa azt mondta, hogy ő nem néz számokat. Mert ő ott van. Ez a szociológus ilyet nem mondhat. Én azt látom, hogy ez nem pénzkérdés, mert a századvég több milliárd forintból kutakodik állandóan a közvéleményben, hogy éppen az emberek mit gondolnak a menekültkvótáról, meg a különböző kormányzati intézkedésekről. Azt viszont egyáltalán nem kutatja a kormány, hogy amikor a családi pótlék a családi pótlékot ahhoz köti, hogy iskolába járjanak a gyerekek, akkor mi történik akkor, amikor valami miatt mégsem megy iskolába a gyerek. Nem tudjuk, hogy a segélyezési rendszer átalakítása milyen hatásokkal jár a társadalom mély rétegeiben. Semmilyen információnk nincs arról, amikor a kormány valami közpolitikai döntést csinál, nem monitoroz, rosszul monitoroz, egyáltalán nem foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, ez újságíróként így derült ki számomra. Az, hogy ahogy Balázs említette, afrikai értelemben nincsen éhezés, ez így van itt az Európai Unió közepén, de az, hogy Magyarországon rengeteg olyan család él, akik harmadik világbeli szegénységben elképesztő nyomorban, hogy országot járva azt azzal szembesülni, hogy a kamra polcokon összesen egy félig kibontott lencse csomag van, mert ennyi jutott arra a hónapra, annak a hónapnak a végére, az egyszerűen felfoghatatlan. Egyébként pedig
az étkezésnek a kiterjesztése az intézményekben, az iskolában, óvodában, az csak részlegesen oldja meg a problémát, sőt, ahogy Balázs említette, csak éppen, hogy karcolgatja a problémát, mert egyébként meg vannak iskolaszünetek, az alatt nem igen kapnak ételt, az intézményekben sem, és teljesen ellátatlanul marad a 3 év kor alatti gyerekeknek a problémája. 0 és 3 éves kor között szinte semmi, de semmi nem jut ezeknek a gyerekeknek, ami azért nagyon szívbemarkoló, mert itt általában ugye az anyák, illetve a szülők szegénységéről nem beszélünk, pedig ahol a gyerek nélkülöz, ott általában a szülő is nélkülöz, és képtelenek szoptatni ezek az anyák, képtelenek, annyira alultápláltak, annyira rossz egészségi állapotban vannak, ezért a kisgyerekek sem kapnak megfelelő ellátást, és mindez, amit most a kormány csinál, hogy egy icipicit bővített a gyerekétkezésen, ehhez a kérdéskörhöz még csak hozzá se ér. Hegedű Zsuzsa szerint a közmunka program is megoldotta már a problémának egy jelentős részét, és az én kérdésem az, mint hogy olyan nincs, hogy a településen valaki szeretne közmunkát kapni, és nem kap. Hát szerintem minden meg van oldva, és ő mindent megoldott, ez nem kérdéses. Most a közmunkaprogramot speciál jobban kutatták talán számokban is, mint a gyermekéhez. A közmunkaprogramról viszonylag sokat tudunk. Ami problémát okoz, hogy a közmunkarendszere az évről évre változik, és a költségvetési ráfordítások is, meg a hozzáférési szabályok is változnak. Amit nagy átlagosan mégiscsak lehet látni a közmunkáról, hogy egyrészt lényegében nem nagyon beszélhetünk olyanról, hogy a közmunka végérvényesen megoldotta bárkinek is a problémáját. A közmunka az év néhány hónapjában van, néhány hónapjában nincs. Maga a közmunka, ez a kereset, ez arra nem alkalmas, hogy olyan felhalmozások keletkezzenek belőle, ami kisimítják a jövedelemi hiányokat a későbbiekre. Tehát, hogy a közmunkában most megint csak az jobb, tényleg jobb, hogyha az emberek 47 ezer forintból élnek, mint hogyha 22.500-ból élnek, de most amikor azt mondom, hogy 47.500-ból élnek emberek egy hónapra, akkor arra kérem a kedves nézőt, hogy most a hétvégén majd legyen szíves megnézni a számláját, amit a boltban kapott, hogy mennyit költ el, és hány hétvégi kaja jön ki abból a 47 ezerből. Tehát, hogy a közmunka szerintem egy nagyon rossz válasz, tehát hogy ebből a pénzből sokkal jobb foglalkoztatási programokat lehetne csinálni. Nagyon sok mindenben, hogy mondjam, egy könnyű és azonnali választ adott arra a dologra, hogy az emberek dolgozzanak, csak éppen olyan munkát csinálnak, aminek nincs értelme, amiből tartós egzisztenciát nem lehet teremteni, ami az élethelyzetüket nem változtatja meg, és így tovább. Örülhetnek. Köszönöm szépen, itt fogjuk folytatni egy rövid reklámszünet után. Folytatjuk tehát a beszélgetést a szegénységről, Molnár István Gáborral, Krémer Balázzsal és Mónodi Molnár Dórával elnézést. Ott tartottunk, hogy mire elég egyáltalán a közmunkás alapbér, illetve az egyéb jövedelempótló támogatások. Molnár István Gábor, nyilván az előbb már beszéltünk róla, hogy ismeri ezeket a halmozottan hátrányos helyzetű családokat, hiszen az ő gyermekeik számára működteti ezt a komplex programot. Mit tapasztal? A közmunkás bér, az egyéb segélyformák mire elegendőek? Mennyi időre? Hát szerintem egy 2-3 hét, max. Attól függ, ugye ez gyerekszámtól, lakás méretétől, fűtésszámlától, mivel fűtenek, aki árammal az nagyon ráfázott ilyen szempontból. De azért nem lehet a miénket általánosítani, mert azért egy városban mindig akad valami fusi munka, akár az építőiparba elmennek, akár vasat gyűjtenek, úgyhogy... De úgy van 2-3 hétre elég pénz egyáltalán, hogy hozzá még jön a fusi munka is? És egyébként a közmunkásbér még hamarabb elfogyna? Nem. Hát összességében csak menedzselik magukat. Természetesen nagyon nagy hátralék, vannak, akiknek vannak nagyon nagy hátralékaik, de lehet munkát találni. Feketén? Feketén. Pest megyében? Meg olyan minőségben, amilyenben. Szóval, hogy nem lehet azért annyira válogatni. Mi van azokon a településeken, ahol szinte mindenki munkanélküli vagy közmunkás? Ott van egyáltalán fusi munka? Hát ott van, gondolom, háztáji, ez az amaz. Én azért nem ellenkezek és egyetértek egy csomó mindennel. Mi már régóta azt figyeljük, hogy mit tudunk megtenni magunkért. Szóval ezt nem
nem kormányprogramszerűen nem így értem, hanem hogy a közösség mit tud megadni. Hogy hogy tudják egymást segíteni lehetőségekkel. Hogy van-e olyan tér, ahol összejöhetnek. Hegedű Zsuzsa azt mondta az előbb, hogy minden problémát, a szegénységet természetesen nem tudták még megoldani, de azért az például már egy óriási előrelépés, hogy amilyen családban halmozottan hátrányos helyzetű gyermek van, azok például előnyt élveznek a közmunkánál is. Én nem tudom, Hegedű Zsuzsa milyen definícióra gondol. 2013-ban a kormány annak ellenére, hogy ehhez értő szakértők plüszköltek ellene, megváltoztatta a hátrányos helyzet, illetve a halmozottan hátrányos helyzet definícióját. Ez azért nagyon fontos, mert ez korábban egy viszonylagos szakmai konszenzuson alapuló definíció volt. A hátrányos helyzet az egy vagyoni szegénységet jelentett, a halmozás az azt jelentette, hogy a szülők legmagasabb iskolai végzettsége nem volt magasabb, mint 8 általános, és ez egy olyan szociológiai evidencia miatt alakult ki, hogy ahol a szülők alacsony iskolai végzettségűek, ott a gyerekek iskolai, illetve szociálpolitikai beavatkozásokat jobban igénylik. Ezt teljesen megváltoztatták, annak ellenére, hogy egyébként a korábbi rendszerben is a halmozottan hátrányos helyzetet, tehát az iskolai végzettség igazolását, azt sajnos az önkormányzatok nem nagyon szorgalmazták, mert jobb eldugni a valóságot. Amit most csinált a kormány, azzal teljesen eldugta a valóságot, ugyanis vannak olyan iskolák most már a megváltozott definíció miatt, ahol konkrétan az 100%-ban halmozott, illetve hátrányos helyzetű gyerekekből egy sincs a definíció alapján, egyik évről a másikra. Ez egyébként föltűnt az oktatási államtitkárságon is a helyettes államtitkár úrnak, és észrevételezte. Ígérte a minisztérium, hogy ezeket a programok célzása miatt, tehát hogy ezeknek a gyerekeknek jobban lehessen programokat célozni, meg kéne változtatni a definíciót, és ez azóta se történt meg. És ez azért nagyon fontos, mert a szegénység felszámolásához nagyon meg kellene nyitni a társadalmi mobilitási utakat, és per pillanat az oktatásban most éppen ennek ellenkezőjét látjuk. Tehát bezárják. Sokan elmondják, Horgas Péter is elmondta, hogy számos előremutató intézkedés is volt az utóbbi időben. Valóban a szegény gyermekek étkeztetésére is többet költ az állam. De milyen az egyes intézkedések szaldója? Ha összességében nézzük a kormány politikáját, akkor az összes többi intézkedés is előremutat ilyen értelemben, tehát a családok megsegítése és a szegénység felszámolása irányába, vagy azért kell több gyermeket étkeztetni államilag, mert más intézkedések viszont ellenkező irányú folyamatokat gerjesztenek? Hát most a nagyon bonyolult kérdést tett föl nekem, és egy kicsit bocsánat, hogyha messzebbről kell, hogy induljak. Egy önmagában egyes adatnak nincsen jelentősége. Általában idősorokat szoktunk nézni, nemzetközi összehasonlításokat szoktunk nézni. Nemzetközi összehasonlításban az elmúlt 5-8 évre visszatekintve egyértelműen az látszik, hogy a magyar lakosságnak a jövedelmi helyzete, így a béreknek az átlagos színvonala is a környező országokhoz képest határozottan lemaradt. Vesztésben vagyunk, hogy úgy mondjam, az unió minden nemzetközi összehasonlításban, és ez nem csak a szegényeket érinti, ez általában az ország lakosságát érinti. Kettő, amiről a Dóri beszélt, hogy itten hiányosak az adatok, az már onnan is látszik, hogy egy csomó adatot, amit a KSH gyárt, azt nem tudjuk meg a KSH honlapjáról és adatközléséből, hanem az Eurostatnak és az OECD-nek az adatközléséből kell, hogy megkapjuk. Ebben az egyik legsúlyosabb tétel az az, hogy a KSH és a magyar kormány állandóan átlagokról beszél, és amihez képest az unió szokott beszélni, az a mediánnak nevezik a statisztikában, hogyha jövedelmük szerint sorba rakjuk az országot, akkor a középsőnek a jövedelme. A medián jövedelméről a KSH nem közöl általában semmit, ki lehet számolni nagyon bonyolultan, de egyszerűbb megnézni az Eurostat honlapján. Na most a javuló átlagok mögött lényegében stagnáló és romló középhelyzet van. Tehát, hogy a legfelső egy tizednek rohan el a jövedelme, az húzza föl az átlagokat, és hogyha átlagokat közlünk, akkor tulajdonképpen abban a legfelső tizednek a nyereségei jelennek meg, mert az alsó 8 tizednek a gazdagok durván, gazdagodnak, ez a statisztikákra is jótékonyan hat, de valójában a középosztály csúszik le. Valójában mindenki, az alsó 8 tized csúszik le.
Na most a szegénységi mutatók is ebben azért nem romlanak annyira, mert ugye a szegénységi mutatókat úgy számoljuk, hogy a mediánnak, a középsőnek a 60%-a az uniónál a szegénységi küszöb, de hogyha a közép is csúszik le, akkor a 60% is csúszik le. Úgyhogy tulajdonképpen a szegénységi mutatók romlanak, különösen a gyerekszegénységi mutatókban borzasztó az, ami van, hogy most már a 18 év alattiaknak a több mint 40%-a még e szerint is a szegénységben él, az egyenlőtlenségek borzasztó mód nyílnak szét, de nem annyira romlanak, mint hogyha a közép közben ment volna fel, és a közép egy javuló középhöz kellett volna viszonyítani a leszakadásokat. Egy lecsúszó, elszegényedő középhez képest nem annyira szegényednek a többiek, még így is szegényednek. Na most ebben a felvetésben rögtön benne van az, hogy itt nem lehet kizárólag egyes kormányzati intézkedéseknek a nyakába varni a dolgokat. Ez arról is szól, hogy az emberek a piacon is kevesebbet keresnek. A jövedel, egyszerűen a munka béreik csökkennek. Kevesebb ember tud normálisan dolgozni. Ehhez képest azt kell, hogy mondjam, hogy a kormányzatnak az intézkedései azok meglehetősen gyérecske szépségtapaszokat jelentenek. Tehát az alsó egy tizednek nominálisan csökkent az elmúlt 5-8 évben a jövedelme, nemhogy reál értéken javult volna. Magyarországon a szociális kiadások Európában teljesen egyedülálló módon csökkentek, csak Görögországban többé-kevésbé hasonló módon. Tehát az a dolog, hogy kiragadunk egy-egy pici elemet, és ott nagy növekedésről beszélünk, mint a középkeztetés, és emellett nem nézzük meg azt a dolgot, hogy általában mi történt a bérekkel, általában mi történt az emberek keresetével, általában mi történt a családi támogatásokkal és az univerzális ellátásokkal, általában mi történt a rokkant nyugdíjakkal és korábbi mégiscsak megélhetés biztos. Általában nem nézzük meg egyáltalában azt a dolgot, hogy kik maradtak ki egyáltalában az összes jövedelmi programból. Borzasztónak, több mint 200 ezer olyan ember van, akit munkanélküliként tartanak nyilván, de semmilyen ellátást nem kap, és így tovább. Tehát, hogy ezek az intézkedések, ezek egészen bizonyosan, hogy a makro jövedelmi adatok tükrében nem voltak képesek ellensúlyozni mindazokat a romló tendenciákat, amiket akár nemzetközi összehasonlításban, akár idősorokban látunk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek.